Üdvözlöm a nézőket, lássuk, mit lehet nézni egy karácsony tájékán a mozikban. Nem telhet el új december, hogy ne lássunk egy új Star Wars sztorit. Itt tehát már nézhető a moziban az új epizód, amely a Star Wars Skywalker kora címet viseli. A film közvetlen folytatása az Ébredő erőnek, valamint az Utolsó Jediknek. Illetve a befejező epizódja a most már 9 részből és 3 trilógiából álló Skywalker szágának. Avagy mondhatni, hogy vége a Star Wars univerzum gerinc történetének. Természetesen fogunk még látni Star Wars sztorikat, viszont a kultikus figurák nem fognak olyan gyakorisággal visszatérni. De erre azért én nem esküdnék meg. A lényeg, hogy a záró darabban egy évvel az Utolsó Jedik eseményei után járunk, az ellenállás megmaradt tagjainak még egyszer szembe kell szállnia az első renddel, miközben saját kételyeikkel, érzéseikkel is meg kell küzdeniük. Mindeközben az ősi konfliktus a Jedik és a Sithek között lezárul. Nagyjából ez lenne a moziban már futó Új Csillagok Háborúja film spoilermentes ismertetője. A Star Warsban az a jó, hogy tökéletes családi programot kínál. A szülők nagy része is ismeri a sztorit, látta a klasszikus részeket a 70-es, 80-as évekből, s talán a 2000-es években készült középső trilógia darabjait is. A fiatalok, avagy gyerekeik pedig időközben megismerték az új részek miatt a régieket is, úgyhogy kicsik nagyok kézenfogva mehetnek a vetítőtermekbe megnézni a Skywalker korát. Confronting fear is the destiny of a Jedi. Your destiny nálunk a legnépszerűbb karácsonyi film a Reszkesetek Betörők, avagy a Home Alone. Nem telhet el a karácsonyi szezon a megtekintése nélkül. Olyan szerves része az ünnep időszaknak, mint a beigli és a töltött káposzta. Viszont kevesebben tudják azt, hogy az Amerikai Egyesült Államokban, természetesen a Home Alone mellett, a másik rettentő népszerű karácsonyi film az 1946-os It's a Wonderful Life, avagy magyar címén Az élet csodaszép, Jimmy Stewarttal a főszerepben, aki George Bailey-t alakítja, akinek a karácsonya nem zökkenőmentesen telik, ugyanis George vezeti a kisváros takarékpénztárát, ami a csőd szélén áll, mert nagybátyja elvesztette az intézmény 8000 dollárját. Főszereplőnk ezért úgy érzi, hogy nem csak saját életét, de a lakóközösségét is tönkretette, és ebből a helyzetből az öngyilkosság az egyetlen kiút. Az érzelmi hullámvölgyből szó szerint egy angyal húzza ki, aki megmutatja, hogy életét nem rontotta el, sőt, városa rengeteget köszönhet neki. A város lakói végül összefognak, hogy megoldják a helyzetet. És hogy a címe is utal rá, az élet csodaszép megnézése után tényleg egy picit szebbnek lehet látni a mindennapokat. Merry Christmas! Happy New Year to you! You want the moon? Just say the word and I'll throw a lasso around it and pull it down. December 17, ahogy szinte Kerek Perec 30 éve debütált az egyik legnépszerűbb és legismertebb animációs sorozat, a The Simpsons. Azóta megjelentek még kultikus, felnőtteknek szóló animációs sorozatok, amelyek éles humorral kritizálják a társadalmat és a világ jelenségeit. Gondolok most a South Parkra vagy a Family Guy-ra. Ez utóbbi kettő azért nem ajánló 17 éven aluliaknak. Azonban a Simpsons család a teljes familiának jó szórakozást nyújtanak, mivel semmilyen explicit képpel, dumával nem operál a széria. 30 év alatt több száz epizód született Homer, Marge, Bart, Lisa és Maggie mindennapos kalandjaiból, úgyhogy bőven lehet válogatni a 20 perces részekből. All right, boy. I'm gonna find out just what you've been up to. Oh, Mom, thank God. This one's brighter. Now talk. What are you up to? Köszönöm szépen a figyelmet, ennyi volt már a mozizom, kellemes pihenést kívánok továbbra is mindenkinek, találkozunk jövőben!